Egyesületi tagok, valamint sikeresen pályázó civil szervezetek és vállalkozások képviselői számára tartotta meg záró fórumát a Szatmári Síkság Líder Egyesület Kocsordon. Az eseményen a 2014-től 2020-ig tartó fejlesztési ciklus eredményeit értékelték. Kovács Lajos, a térség több mint 20 települését magában foglaló szervezetelnöke az eseményen azt mondta, a LEADER programnak köszönhetően összesen 778 millió forintot fordíthattak fejlesztésre, eszközbeszerzésre, rendezvényszervezésre a pályázók. Az egyesülettel úgy gondoltuk, hogy tekintsünk vissza, nézzük át ennek a fejlesztési ciklusnak az eredményeit, tanuljunk a jó gyakorlatból és javítsunk a hibákon, és ennek kapcsán szervezünk most egy olyan nagyszabású rendezvényt, ahol nem csak a LEADER Egyesület tagjait hívtuk meg, hanem meghívást kaptak azok is, akik a fejlesztési ciklusban pályázatot nyújtottak be, és sikeresen valósítottak meg projekteket. Azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, hiszen az elmúlt időszakban közel 700 millió forintnyi forrást sikerült kipályáztatni, és ezt a 700 millió forrást fel is használták a pályázat kedvezményezettjei. A fórumon elhangzott, rendkívül vegyes volt a kép abban a tekintetben, hogy az egyes szektorok milyen célokra pályáztak. A vállalkozások jellemzően eszközbeszerzésre, kisebb infrastruktúrális telephelyfejlesztésekre pályáztak. Az önkormányzatok teljesen vegyes fejlesztéseket. Mindet nem tudnám felsorolni, hiszen számtalan pályázat, ez több száz pályázatról beszélünk. Az önkormányzatok nagyon sok helyen rendezvényeket bonyolítottak le, illetve ott is eszközbeszerzés, illetve a civilek jellemzően ők is programokat finanszíroztak és eszközöket. Kicsit átfedések vannak a célok között. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt azoknak a civileknek, különösen, akik egyébként nem nagyon férnek hozzá más forráshoz. A fejlesztésekre való pályázás pedig jövő évtől folytatódhat, tette hozzá Kovács Lajos. 2024-től ugyanis új fejlesztési ciklus kezdődik a programon belül, a szatmári térség önkormányzatai, vállalkozói és civiljei pedig nyugodtszívvel várhatják a pályázatok meghirdetését, miután a bíráló bizottság már el is fogadta az Egyesület vidékfejlesztési stratégiáját.